30 a kistérségben dolgozó pedagógus vehetett részt azon a módszertani és gyakorlati oktatást is magába foglaló képzésen, amelyet a Sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat egy sikeres pályázatnak köszönhetően nyert el. A két nap alatt olyan szakmai programot sajátíthattak el a jelenlévők, amely már a gyakorlatban is eredményeket igazolt. A Vadaskert Kórház, mely egy alapítványi kórház, és méltán állíthatom, hogy az országban a legszebb gyermekkórház, gyermekpszichiátria, olyan eredményekkel bír nem csak a hiperaktív gyerekek, de a kényszeres autisztikus gyerekek terápiájában is, amely egyszerre gyógyszeres terápia is szükség esetén, de sokkal inkább ennek az úgynevezett behavior, viselkedésterápiás módszernek a kipróbálásában és folyamatos kontrollálásában nagyon nagy segítség az itt dolgozó pedagógusoknak. Bai Ildikó, a Vadaskert Kórház gyermekpszichiátere, a módszer kidolgozója elmondta, a hiperaktivitással és figyelemzavarral küzdő gyermekekkel való foglalkozás egyik kulcsa az, hogy a szülőket is bevonják a programba. Ebben a kórházban a kollégáimmal együtt egy olyan programot dolgoztunk ki az ADHD-s gyerekeknek és a szüleiknek, amely azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyban segíti az iskolai, otthoni és a kortárs csoportokba való beilleszkedését. A résztvevő pedagógusok szerint fontos, hogy nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is elsajátíthatják a legfontosabb módszereket. Nekem egy kicsit speciális helyzetem van a foglalkozásom, a munkaköröm miatt, ezért nekem nagyon fontos volt az, hogy amikor óvodás gyerekeknél diagnosztizálunk, akkor milyen szempontokat vegyünk figyelembe, mi alapján tudjuk eldönteni a gyerekről azt, hogy valóban hiperaktív, figyelemzavaros vagy impulzíve. A módszer a szakemberek számára nem csak a helyes diagnosztizálási folyamatot teszi lehetővé, hanem megtanítja azt is, hogy hogyan lehet hatékonyabban dolgozni az érintett gyerekekkel.